A tamási születi napok a tolnai borok éjszakájával vette kezdetét, ahol a Tolnai Borút Egyesület tagjainak nedűit lehetett kóstolni. Az egyesületnek 11 borász a tagja, több magánszemély és önkormányzat. A pult mögött álló szakemberek segítőkészen ajánlottak borokat a döntésképteleneknek is. Először biztos, hogy mivel jó idő van, először egy rozét töltenék neki, aztán töltenék neki egy jó száraz fehérbort, és utána zárnám egy testes vörösborral. Csak slágerborokat hoztunk, 42 bort hoztunk el, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt 6 év már bizonyította, hogy mindenkinek megvan a slágerbora. Van akinek a szárazbor, van akinek a félédes, van akinek az édes, van akinek a rozé, van akinek a vörös, és ennek minden slágerbor most. Az elmúlt 6 évben egy olyan változás történt szerintem Tamásiban, ami csak ezt támasztja alá. Tehát folyamatosan tanulnak az emberek bort kóstolni, és folyamatosan tanulják a boroknak az ízét, az amatát, a színét, mindent, és igenis van igény a minőségi borra és a minőségi borkóstoltatásra. Tavasszal lesz egy új rendezvényünk, tavaszi borrendezvú névvel, még a pontos időpontot nem tudjuk, de azt tervezzük, hogy nem csak a Borút Egyesület egyes tagjai lesznek itt a pult mögött, hanem szeretnénk meginterjúvolni és elhozni a borászokat Szekszárdról is, és a Tolnai Borút Egyesület összes borászaitól. Péntek este a jó borok mellé a Neoton família érkezett a tamási születi napok színpadára, akik a klasszikus slágerek mellett új nótákat is hoztak a helyi közönségnek. Van egy olyan dal, amit nem, soha nem játszottunk, az a Kalapot fel, ami nem új dal, de annak hat. Igazából kortalan, mert tényleg a 18-tól, vagy 16-tól 60-ig jön a közönség. Itt látható, már egy páron ott állnak, akik jó helyet akarnak kapni, és jön a törzs közönség, és de tényleg az a csoda, hogy egészen fiataloktól az idősekig. De itt a fiatalok az a lényeg, hogy ők ezt szeretik, tudják a szövegeket. Néha egészen meglepő, hogy de tényleg ilyen 6-8 éves kisgyerek ül az apja nyakába, és énekli a nótát. Azért az nagy dolog. Caligula, Caligula, mit forgat most a fejében? A fesztivál második napja egy újra gondolt születi felvonulással vette kezdetét, ahol a Neoton família által előző este megalapozott jó hangulat tovább fokozódott. Hat éve kerül megrendezésre ebben a formában Tamásiban a tamási születi napok rendezvénye. Természetesen van már elődje, hiszen az azt megelőző években is volt már hagyománya, de ekkor bővült kétnapossá a program, hiszen a pénteki nap az egy ráhangolódás, indult, de aztán most már egy olyan komoly rendezvényé nőtte ki magát, hogy az idei évben több mint 3000 látogatót sikerült elérnünk ezen a rendezvényen. Ez nagyban köszönhető volt annak, hogy egy olyan fellépő együttes, a Neoton família adott koncertet, amire korosztályokon átívelően nagyon-nagyon sokan voltak kíváncsiak. A mai napon pedig nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, és az igazán tradicionális születi felvonulás 2 órakor vette kezdetét Tamásiban a Kossuth térről. A több megállós születi felvonulást követően pedig a színpadon folytatódott a program, ahol a tamási koncertfúvósokat a Pántliga Néptánc Együttes, majd a Bátai Tambura Zenekar, valamint a Siovagárdi Hagyományőrző Egyesület követte. Ugye a szüret, a szőlő, a bor itt ezen a vidéken, Tamási környékén és itt a Tolnai Don vidéken ennek több száz éves hagyománya van, és mi ezt a hagyományt igyekszünk megőrizni. Ennek a egyik népszerű programja a tamási születi napok, amelyet egyébként hosszú idő után 2015-ben szerveztünk meg újra. Talán egy covidos év kimaradt, de folyamatosan tudjuk tartani ezt a rendezvényt, folyamatosan megrendezzük, megszervezzük, és mára a város legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Kétnapos programsorozatról van szó.
Az első nap az mindig a könnyedebb fajoké. Tegnap egy fantasztikus Neoton koncertnek lehetnek tanulni a tamásiak és akik ide látogattak. A mai nap, a szombati nap igazán a hagyományőrzésről szól, hisz szüreti felvonulás, és utána pedig a színpadi programok, ahol népzenekarok, néptánccsoportnak lépnek fel, és este pedig megint a könnyedebb műfajé a főszerep. Én azt gondolom, hogy fontosak a hagyományaink. Ezek a hagyományok, ezek értéket hordoznak, ezek az értékek és hagyományok jelenítik meg a közösségeinket. Ettől vagyunk egy kicsit mások, és a másokat itt természetesen jó értelemben gondolom. Ez a sok kis közösség, amelyik itt megjelent a szüreti napokon is, hisz a felvonulók között a tűzoltóktól, az állatbarátokon keresztül, a kis óvisokon át többféle csoport képviseltette magát. Ez a sok közösség adja magát a város közösségét, és ez a város közössége ettől lesz igazán erős, hogy sok civil, sport, hagyományőrző közössége van. A szombat estét pedig a Ladány Bene 27 jó hangulatú koncertjét követően egy sokakat megmozgató utcabál zárt.